Bekerült a portugálok ellen készülő válogatott keretbe az újpesti védő Kálnoki Kis Dávid, aki a Ferroer elleni vb utazó is tagja volt már. Összel sérülés hátráltatta, eddig tíz bajnokin lépett pályára a szezonban, a focit egykor lilában kezdő, az MTK-tól ugyanoda visszakanyarodó labdarúgó, ő a vendégünk. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Uh, Dávid, számítottál most Ben Stork invitálására egyébként? Őszintén leszek, vártam az alkalmat, hogy ö, megint megmutathassam magamat, és izgatott voltam miatta, hogy meghívnak-e. Benne volt a fejembe, de mivel nagyon sokat voltam most sérült, majdnem négy hónapot hagytam ki, ezért ö, inkább izgalommal töltötte, hogy meghívnak, de nagyon örülött neki. Na hát akkor számítottára rá, és ez bekövetkezett, és ugye ráadásul közben alakul a helyzet, a kínai hírek szerint Guzmich-Rihard kisebb sérüléssel bajlódik, és a következő hetekben nem tud játszani, viszont közben Paulo Vinicius magyar állampolgár lett. A esélyeid nőnek, csökkennek, milyenek most a magyar védelemben, hogy látod? Őszinte leszek, az én esélyeim ideig is ugyanolyanok voltak szerintem, mert uh, a, először nekem meg kell magam mutassam az összetartás folyamán, hogy uh, ismételten ott van a helyem. Erre fogok törekedni. Az, hogy esetleg uh, a vinicius t uh, monosítottuk, az nem hiszem, hogy nagyban befolyásolja az én pozíciómat olyan szempontból, hogy... Uh, Mindenképp meg kell küzdeni a helyére egy ilyen alkalommal. Nyilván vannak játékosok, akik már régebb óta ott vannak és bizonyítottak. Én még erre um, fogok igazából számítani, hogy egy bizonyítási lehetőséget kapjak valamikor a jövőben, de egy ilyen edzőtábor is esetleg megy um, ilyen lehetőség. És éppen ezért mondom, hogy a, ugyanúgy meg kell küzdeni a helyemért, mint a Viníciusnak vagy bárkinek, ezért nem mennék bele ilyen esélylatogatásokba. Azt mondanak, hogy te, amikor meg akarod magadat mutatni, amikor bizonyítani akarsz, akkor a saját posztodon és a, a saját védőképességeidben mi az, amit leginkább erénynek tartasz, és mi az, amit az erősségeidnek tartasz, amit szeretnél megmutatni? Mindenképp, mindenféleképpen azt szeretném megmutatni, hogy egy magabiztos olyan védő vagyok, akire lehet számítani minden helyzetben. Ez abból adódik össze szerintem, hogy hogyan oldom meg a, a játékszituációkat, egy az védekezéseket. De tudom, hogy a kapitány nagyon fontos az, hogy egy védőjátékos mennyire maga biztos a lábbal és mennyire tudja segíteni a támadásokat. Én Tehát, ezt, hogy nem, ez már nem az a világ, amikor vaktába elvágnak. Nem, pontosan Én ezt én pont elég tartom, hogy pont akár az MTK-s múltam miatt is, de itt Újpesten is nagyon erre épül a játékunk hogy hátulról is kombinatívan kell becsatlakozzak a támadó játékba, a földön kell megjátszom a labdákat többnyire, és én úgy gondolom, hogy ezért is illet talán bele a válogatottnak a profiába. Na most, amire utaltál már, ugye a sérülés az soha nem jön jó, jó senkinek, de neked ez talán ott a válogatott építkezés lehetőségét is elvette az ősszel. Ez a bizonyos részleges külső szakadás, ez mennyire volt súlyos? Tulajdonképpen nem kellett megműteni, szóval nem szakadt el teljesen a szalagon, vagy nem olyan mértékben, hogy ehhez hozzá kelljen nyúlni külső bevaszkozással. Attól függetlenül azért soha nem egy jó sérülés ez, hiszen a térd az eléggé megterhelve van a fociban, és épp ezért egy kellemetlen dolog, nagyon kell rá vigyázni, hogy hogyan épül fel be az ember, mert további problémák kísérhetik, hogyha nem sikerül úgy a rehabilitáció. De én azt tudom mondani, hogy bár lekopogom, de úgy néz ki, hogy teljesen jól térdem. Dávid, ezt a bizonyos térdet mennyire terheli a Megyeri úti stadion? A stadion felújítva átadták, de tényleg olyan rossz a gyep, mint mondják. Balajca Szabolcs kapusotok a felújítás előtt, ez volt a legjobb pálya. Thomas Dol, mint tudjuk a derbi után, olyan, mint egy tehénlegelő. Igen, azért túlzásnak tartom a tehénlegelő kifejezést játszottunk a vasas pályán nem, ke nem keveset, öm, ott azért megküzdöttünk az elemekkel, maradjunk annyiba. Ezen a pályán öm, egy héten belül, úgyhogy nem volt rajta egy évig meccs, szóval négy, öt, 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 öt mérkőzés volt, szombat, uh -huh. két a szombat vasárnap, még a talatai csapatunk is ott játszott, uh -huh. ami azért öm, még a legjobb pályákat is igénybe veszi, és a legjobb embereket, akik foglalkoznak vele, azt is próbálat teszi, de én, hogy őszinte legyek, meglepődtem, hogy szombaton a pályánk olyan jó volt, mert azt hittem, hogy sokkal rosszabb lesz, ennél is rosszabb lesz. Szerintem a maximumot kihoztál belőle. Nyilván mi is akarunk rossz pályán futballozni, mert ahogy mondtam, egy kombinatív passzjátékunk van, és ehheznek nagyon fontos a pályatalaja, hogy minél gyorsabb legyen. De mm, én nem vagyok benne biztos, hogy ha egy tökéletes pályán játszottunk volna, akkor a Ferencváros ne ugyanezt játszotta volna. Maradjunk abban, hogy a Thomas akkor valószínűleg a te felfogásod szerint valami a legkitűnőbb minőségű svájci magaslati gyepekre gondolhatott. Lehet. Amikor tehenekre gondolt. Na most egyébként a gyepkérdés az, miben érinti a legérzékenyebben egy hátvéd munkáját? Jó kérdés. Most például nagyon sok fejpárbaj fejpár volt a mérkőzésen, ilyen szempontból azért valamilyen szinten nekem ezt megkönnyítettem, mert leginkább a levegőbe találkoztam a labdával. De olyan szituációkban, amikor gyorsan jön be a labda, egy érintőből kell megjátszani, ott vannak olyan dolgok, amikor megpattan, elpattan, és máshogy találjuk el ilyenkor tudunk szerintem zavaró lenni leginkább. Na most, tehát megvolt a, 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 a sérülésed, megvolt a felkészülésed, elkezdődött a bajnokság, jött az a bizonyos videóton mérkőzés. Hogy érzed, azon a meccsen volt-e hibád? Volt nyilván, hát öt gólt kaptunk, belső védő vagyok, ráadásul egy nagyon fiatal játékos játszik mellettem, aki nekem többet kell néha segítsek, akár taktikailag, vagy, vagy egy-két olyan dologban, amivel még nem találkozott így a idei karrierre során ezért nagy a felelősség rajtam olyan szempontból, hogy én vagyok most a, belül a vezér a védelembe. Uh, nyilván hibáztam, de... Az új Litauszki. <há> igen, az új Litauszki, nem. A Robi az um, más volt a maga nevében, én is más vagyok, de ez egy jó kis titulus lehet. De igazából persze hibáztam a mérkőzésem, sok olyan momentum volt, amit um, lehetett volna máshogy megoldani, de most már igazából megtörtént, azóta nyertünk egy meccset, és a Fradi ellen sajnos kikaptunk, de én még mindig úgy érzem, mert meg is néztem a mérkőzés, hogy ez a vereség, ez, ez nem hogy elkerülhető, de, de ez egy nagyon fájó pont most. E, az egyébként más lett volna az a mérkőzés, hogy a Bardi is bevethető? Nyilván minden játékos szükségünk van, nagyon, -nagyon kevesen vagyunk. Most Újpesten két olyan játékosról van szó, aki meghatározó és kreatív futbalistánk, persze, szükségünk lett volna rájuk. Ezek után a kapitány azt mondta, hogy mennyi hétfőtől elkiben készültök, Mi az, ami leginkább most ebből az összetartásból érdekelt téged, azon kívül, hogy persze te mit tudsz magadnak megmutatni, de ugye nyilván a, a csapatra, meg a többiekre is kíváncsi vagy? Persze. Az, hogy mire vagyok kíváncsi, igazából legutóbb is minden nap egy élmény volt. Úgy fogtam föl, hogy örülök, hogy itt lehettek, most is így fogom felfogni. Jók az edzések, másokat csinálunk nyilván, mint a klubcsapatnál akár a tesztre is gondolok, mert lesz ilyen felmérés, hogy milyen állapotban vagyunk, arra is kíváncsi vagyok, hogy sikerül nekem, szóval minden egyes napra kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyan tudom bizonyítani azt, hogy, hogy tényleg van a helyem. De ugyanakkor, amiről utaltál a belső védőként, a Vignyev is Újpestben kapott feladatok, azok olyan nagyon gyökeresen nem különböznek attól, amit a Bernstor-féle stábvár tőled a válogatottban? Én úgy érzem, hogy nem nagyon különböznek, igen. Szóval vannak nyilván elemek, amiben más kér a két vezetőedző, de, de alapjaiban az a felfogás, az a tiszta játék és gyors futball, az hasonló mind a két helyen. Te szoktál magad elé olyan célokat kitűzni, hogy azt mondod, hogy ennyi és ennyi idős koromra, erre és erre a szezonra stabilan szeretnék válogatott lenni, el akarok menni külföldre. Tehát, hogy vagy úgy vagy, hogy dolgozom, dolgozom, aztán hozza az élet majd a, a fordulatokat. Igen, ez egy jó kérdés. Nyilván fiatalabb koromban, amikor bemutatkoztam 18 évesen, akkor azért más volt, mert kitűztem el magam elé nagy távati célokat, csak az élet úgy alakítja, Pontosan azért, mert nagyon sokszor voltam sérült, nagyon sokat hagytam ki így a elmúlt 6-7 évben, és ezért megásnék újra kellett kezdenem. De most inkább azt mondanám, hogy mindig a előttem lévő célt tűzöm ki, teszem azt az a válogatottság, hogy itt hogyan fogok teljesíteni az edzéseken, és hogy meditom elvinni itt a pozíciómat, ahogy mondtad, legutóbb utazókeretben voltam, de vésztartalék voltam, plusz egy fő, most hatalmas dolognak érezném, hogyha tudnék kerülni a kis padra is akár. De ha egyszer úgy adódik, vagy akár most adódna úgy, milyen a te, hogy mondjam, lelki erőd, hogy érzed belül a magadat? Például nem lennél megilletődve, vagy csak bedobnának és ronadó közelségében lennél? Megilletődve? Uh -huh. Erre vártam kiskorom óta, hogy egy ilyen lehetőség legyen. Nyilván fel kell készülni, de vannak szakemberek, akik ebben segítenek. Szerintem, hogyha egy ö, profi játékos meg van illetődve egy ilyen szituációban, akkor ott valamilyen ö, probléma van, mert az ember erre vár, hogy ilyen stadionban ilyen játékosok eljátszhasson. És pontosan az ebbén is megmutatták a srácok és különböző meccseken, hogy... Nincs idő és hely megilletődni, mert akkor jönnek az eredmények. hogyha egy, egy játékos ott tud lenni ilyenkor százszerzalékosan. Dávid, utolsó utáni kérdés: vissza Újpestre. Ha azt nézzük, hogy milyen tavaszra számítasz, mit gondolsz, valóra válhatnak a nemzetközi kupa szereplésről kigondolt tervek? Ugye ott van még a Magyar Kupa, ott van a bajnokság. A bajnokságban is úgy tartanak számon benneteket adott esetben, hogy azért ott vagytok az első négyben, ötben, hogyha jól megy a csapatnak a kupában, a vasas az ellenfél, szóval melyik fronton? Én úgy gondolom, hogy meg kell célozni a, az első helyet minden évben, és hogyha az alatt teljesítünk, akkor nyilván ott tudunk lenni, akár a dobogó közelében. Most is minden meccsen nyerni szeretnénk, ez a felfogásunk, és azt a bajnokságra értem, hogy 12 meccsünk van még, ugye most kezdődik újra, honvéddel fogunk játszani, szóval abban van nagyon sok pont lehetőség, hogy oda kerülhessünk, és ezt semmiféleképpen nem fogjuk feladni, de a Magyar Kupa szerintem az a fő célunk, mert a tavalyi döntő nagyon fájó mindenki, hogy elveszettük, és vissza szeretnénk adni a szurkolóinknak is, és magunknak is azt a lehetőséget, de a negyedik hely szerintem megfogható és reális a bajnokságban is. Hát mindesetre akkor jó tavasz kívánok neked, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.